A Nemzetközi Erdők Napja kapcsán a Vajdaság erdei a többi releváns erdészeti intézettel ma egy tanácskozást tart itt Szerémségben, Karakusán. A mai téma az innovációk bemutatásáról szól az erdészetben. A Vajdaság erdei a megalakulása óta szívesen támogatja az új technológiai és innovációs elképzeléseket, így már 2003-ban készítettünk magasból légifotókat, 2013-ban először elkészítettük a geoportált, vettük az első drónt, ma van több permetező drónunk és légifelvételeket készítő drónunk, ez jelentősen elősegíti a munka gyorsaságát, valamint jelentős mechanizációval rendelkezünk, amely hozzájárul az erdők megújulásához. Van 6 harveszterünk, egy harveszter az 20 favágót helyettesít, valamint 25 forwarderünk. Valakinek ezek a szavak újaknak tűnhetnek, de meg kell említenem, hogy a legidősebb forwarderünk, amelyik még mai napig is kisebb potenciállal, de használjuk, 1981-ben lett vásárolva, tehát 43 évvel ezelőtt. Persze követjük az újabb trendeket és az újabb technológiai fejlesztéseket, ezért évről évre állandóan eszközöket fektetünk, pénzügyi eszközöket az új technológiák megvásárlására.